Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát? És mit fog tenni? Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt a halakról van szó, és a halak jelentik a pénzügyi dolgokat, azon kívül utalhat a munkára, a hivatásra. Itt megjelenik a koporsó, ez lehet egy örökösödési ügy, vagy azt is jelentheti, hogy lesz munkahelyi változás. Ami a párkapcsolatot illeti, a halak jelenthetik az értékeket, a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára, viszont a koporsó az jelenti ezt a nyugalmas helyzetet, amikor ő titokzatos, visszahúzódó, tehát ő ezt nem mondja ki. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát, itt látható ez az amulett. Lehet, hogy szüksége van neki segítségre, vagy jelenthet egy spirituális területet, és itt a könyv a tudását, vagy egy továbbképzést, de jelenti a nyitottságot is. És ez az amulett, ez utal arra is, hogy megvan nála ez a hit, vagy erősíti ezt a hitet. Kap segítséget, és ez azt jelenti, hogy szeretné azt, ha te is nyitottabb lennél vele szemben, vagy ez az amulett segít neki abban, hogy áttegye magát a félelmeken, és akkor kimutatja majd az érzelmeit, a terveit, hiszen ez a nyitott könyv utal az ő nyitottságára. És mit fog tenni? Itt látható vagy, ha te egy hölgy vagy, és így tekint rád, kicsit titokzatos, de megvan ez az erotikus kisugárzás, és itt ez a kulcs, az ajtó jelenti azt, hogy mennyire szeretné azt, hogyha nyitott lennél vele szemben, de ő is nyitott lesz, és itt kinyílik egy ajtó számotokra ezek a lehetőségek. Visszatérve még erre a taliszmánra, ez jelentett bizonyos szertartásokat is, hogy ő ezt tanulja, vagy kinyílott ez a könyv, egy titok, kiderült, hogy valaki szertartást csináltatott, ami őt illeti. Lehet, hogy emiatt volt olyan visszahúzódó, és ez a szertartás blokkolta őt. De most rájött erre, hiszen a titok kiderült, és megváltozik az energia, megváltozik a kapcsolat kettőtök között, nyitottabb lesz veled szemben. És mi köt össze benneteket? A hajó jelenti a reményt. Tehát megvan arra a remény, hogy bizonyos dolgok lezárulnak, javul a helyzet, és nyitott lesz veled szemben. Ez a hajó jelenthet egy közös utazást, vagy egy látogatást, vagy változásokat. Ez az út lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!